Köszöntöm a kedves nézőket! Ha azt mondom, nagymama, önöknek mi jut az eszébe? Nekem nagyon sok kellemes és boldog emlék. A legfinomabb palacsinták, a kemencében sült kenyér illata, a falvédő képeiről mesélt esti mese, az udvaron felállított fürdőkád, amiben este fürödhettünk, és igen, ő azt is elhitette velünk, hogy igazi csillagszállóban pancsolhatunk. Önök szerint változtak valamit a nagymamák? Lássuk! A legelső szó a nagymamáról, ami eszembe jut, az a gondoskodás és az odaadó törődés. Szerintem minden nagymama ilyen, nekem ilyen nagymamám volt, akit megismertem, a másik nagymamámat sajnos nem ismertem, és attól az egytől mindig önfelett szeretetet kaptam. És ezt látom az én szüleimen is, amikor az én gyerekeimet hazaviszem hozzájuk, hogy ugyanaz az érzés jön elő bennem. Mi egy kicsit szülők máshogy szeretünk, de a nagymamai szeretet az a legönzetlenebb talán, amit a világon megtapasztalhatunk. És én nagyon hálás vagyok a nagymamámért. A nagymamák lába öreg, de a szívük fiatal. Azt mondom, nagymama, mi az első dolog, ami az eszedbe jut? Szeretet. Törődés. Főzés. A finom ételek. Jóformán mellette nőttem fel. Úgyhogy nem tudom, ő volt a mindenem. De már nincs. Sajnos. A nagymama megtanulta a mobiltelefon használatát, hogy hallassa tőlünk, hogy mi újság. Az unokám jut eszembe. És mennyit tud tölteni együtt az unokájával? Hát régen sokat, de most kevesebbet már. Nem, már nagy, felnőtt, megnőtt. Mi az, amit csak vele szokott csinálni, vagy amit csak önnel szokott az unoka csinálni? Volt ilyen program? Hát persze, halászni jártunk, gombázni jártunk, hát sok helyre. És most milyen gyakran látja? Hát majdnem minden nap felkeres. Hát 23 éves, hát már nagyfiú. Már dédunokám lesz, a jó Isten megadja. Az, hogy a gyerekeknek szükségük van nagyszülőre, akár otthon legyenek, akár távolabb, mert az a kényeztetés, az a gondoskodás, az, amit a nagyszülőktől kapnak, az nem pótolható semmivel. Te mi az, amire emlékszel a te nagyszüleiddel kapcsolatban? Arra, hogy velünk ott lakott az egyik nagymama, a másik pedig falubeli volt szintén, és amiket megtanítottak, másképp tanították, mint a szülő. És én hálás vagyok a jó Istennek, hogy nekem, a gyerekeimnek van nagyszülő, és másképp állnak hozzá ők a gyerekekhez, mint mi szülők. A nagymama jól mászik a létrán, csak hagyni kell, hogy lassan másszon, és nem szabad tolni. Mi nagyszülők mások vagyunk, mint a mi nagyszüleik. És a gyerekeikhez képest mi az, amit az unokáknak megengednek? Hát 100%-ban többet, mint a gyereknek. A gyereket nevelni kell, az unokát meg kényeztetni. Hát játszani. Mamával néha, de nem mindig szoktunk játszani társas, de most tényleg nem mindig. A nagymamák odaadják nekem a cseresznyét a torta tetejéről. Gondoskodó, nagyon jó szívű, mindig jó indulatú, szóval nagyon a legjobb emlékek jutnak eszembe a nagymama szóról. Sok jóra tanított, elsősorban. Ők tőlük tanulunk meg sok mindent, amit az anyukák éppen vagy dolgoznak, vagy nincsenek mellettünk, és sok olyan dolgot tanulunk tőlük. Én például kötni tanultam, horgolni, himezni, goblánképet kivarni, és ezzel nagyon büszke vagyok. Nem vagyok velük, mert ők nem laknak velünk, de amit csak tudok, mindent elvállalok velük. Velük lenne, hogy a szülők el tudjanak menni valahol. Szereted a nagymamát? Igen. A nagymamák hamisan, de szépen énekelnek. A nagymamám mindig óvott, féltett, megvédett. Káposztás passzúj. Na most hirtelen ez. Ennyi. A nagymamámat kifejezetten érdekli a döglött birkám. Hát a család összetartása, ő tartotta össze a családot. Mindig összegyűltünk nála, minden ünnepekkor, meg szülnapkor. Ez ilyen kis központi hely volt, ahol mindig a család összegyűlt. És sajnos amióta nincs, azóta ezek az összejövetelek ugye egy picit úgy háttérbe szorultak, vagy megszűntek. Szeretet. Értékek. A nagyik tudják, mi volt, mikor, mi még nem értünk. Hány unokád is van? Négy.
Az egyes száma az a Kovács Barbara Nóra, 22 éves, aztán a Sáradi Bence, ő 11, a Kristóf, aki Budapesten él szintén, az 10 éves, ő a Kovács Kristóf, és van az Emi, a 4 éves, a Sáradi Emilia. Mikor szoktátok egymást különben a távoliabbakkal, milyen gyakran szoktátok látni? Nyáron mondjuk már másodszor vannak itthol, aztán itthol voltak pünköstkor, húsvétkor, hát télen nem igazán. Halottak napja az rendszeresen benne van a minden szentek, akkor hazajönnek, de nyáron több időt töltünk együtt, meg néha én is fel szoktam hozzájuk utazni. Szigorú nagymamának tartod magadat, vagy inkább engedékenynek? Szerintem engedékenynek. Most már rájöttem, hogy a gyerekkor az azért van, és én azért vagyok, mint nagymama, hogy boldoggá tegyem az unokáim gyerekkorát, és ne pedig rettegésbe tartsam őket, vagy a szigorommal megfélemlítsem. Úgyhogy inkább engedékeny vagyok. És ha a gyerekeidre gondolsz vissza, mit gondolsz, mennyire voltál akkor szigorú? Akkor szerintem szigorú voltam, következetes. Elvárásaim voltak a gyerekeimmel szemben, hogy kitűnő tanulók legyenek, és minden lecke precízen ötösre megcsinálva. És ha a zeniskolából hazajöttem, és tudom én, valamivel el voltak maradva, akkor segítettem megcsinálni, de ugyanakkor számon kértem, hogy miért nincs még megcsinálva. Most, mint nagymama már, hogyha a gyerek hazajön az iskolából, akkor nem azt mondom, hogy csináld meg egyedül, hanem ha nem tud valamit, akkor azt mondom, hogy nézd, nem is olyan nehéz, segítek neked. És akkor sücsrúgy megcsinálta egyedül. Csak rá kell vezetni. De régen szigorú voltam. Férjem úgy hívott, hogy anya tigris, gyertek ide a hónom alá, megjött anya. Mi volt az, amit te úgy gondolsz, hogy most másként csinálnál, illetve van-e ilyen, amire úgy gondolod, hogy másként csinálnál? Nem tudom, hogy másképp csinálnám, mert végül is jó gyerekek lettek a szigorúságom mellett. Mind a kettő helytáll a maga helyén. Akkor az a korszak ilyen volt, hogy egy kicsit határozottan kellett. Ők a nagymamával voltak itthon, mert anyukám háztartásbeli volt, és délután ő volt velük. Na most ő igazából csak vigyázott rájuk a leckével, nem nagyon törődött. Úgyhogy nekem ez volt a lényeg, hogy mindenki kitűnő legyen. Tehát neked a háttérben ugyanúgy volt egy nagymama, akire lehetett számítani. Igen. Aki gondolom elkészítette a vacsorát is, mindent, ha kell. Mindent. És akkor mi volt a te feladatod akkoriban? Hát, hogy a gyerekeimmel foglalkozzak este, hogyha időm engedte, mert mint zongoratanár az a típus voltam, hogy ha a gyerek itt lakott a szomszédba és nem gyakorolt, akkor ő hazajött hozzám. Szerencsére olyan férjem volt, aki a klimpírozást eltűrte, és akkor még 7:30-ig itthon gyakoroltak nálam. Úgyhogy, na, emellett kellett még a saját gyerekeimet is beiktatni. Mit szóltak ehhez a gyerekek? Hát nem igazán voltak tőle boldogak, és mindig megkaptam, hogy te a más gyerekével sokkal többet foglalkozol, mint velünk. Most a hétvégék azok jók voltak, mert hétvégén mindig együtt voltunk, akkor nem volt zongorázás, és elmentünk kirándulni, de rendszeresen. Mikor, hova? Sipotvizesés, polena, ez mondjuk a nyári időszakban, és hát télen pedig szánkózni, síelni, ahova lehetett. Mikortól lettél itthon ülő nagymama? 11 éve. 60 éves koromban abba hagytam a tanítást. Akkor úgy éreztem, hogy na most eljött az ideje, hogy letehetem a lantot. Megszületett Bence, és akkor én úgy éreztem, hogy nekem most feladatom van. És akkor megígértem a gyerekeknek, hogy amit velük kapcsolatban nem tudtam teljesíteni, azt most megpróbálom, ha jó Isten ad nekem erőt meg egészséget, bepótolni. Úgyhogy azóta is szorgalmasan pótolom. Hogyan képzeljünk most egy napodat, ha iskolai időszak van mondjuk? Mert tudjuk, hogy azért az itthoni gyerekek közül az egyik iskolás, a másik óvodás. Igen. Mi az, amiben tudsz segíteni, illetve mi az, amiben számítanak rád? Hát tulajdonképpen rám mindenben számíthatnak, de mondjuk mindig megkérdi Viki, hogy Margó néni maradhat.
Mondjuk Emike tavaly nagyon sokat volt beteg az óvodából, többször hiányzott, mert légcsőhurut vagy fülecskéje, tehát mindig összeszedett valamit. Na most akkor az volt, hogy 10 nap itthol, akkor ápolgattuk, 3 nap óvoda. Akkor megint 10 nap itthol, de most hál' Istennek a nyarat jól bírja. Bence az olyan, hogy őt koordinálni kellett, hogy na most akkor iskola, utána haza, zeneiskola, színi tanoda, külön volt még angol manó tanoda kisebb korába, úgyhogy hát amikor kellett kísérgettük, most már nem kell, már önállóan közlekedik. És hát amiben tudok, segítek a tanulásban. Na most hát a főzést azt természetesen vállalom, a befőzést, mosógépet beprogramozom, és megszárad akkor, ha kell, bevasalom, ha nem igénylik, akkor nem. Úgyhogy, és a rendfenntartás. Na hát, ha azt mondom nektek, hogy nagymama, mi jut legelőször eszetekbe? Ugye ő nagyon kedves, és ugye ez jut róla először az eszembe, hogy ugye kényeztet, meg gondoskodik rólam, ápol. Nekem igazából a zongora tanulásomnak a kezdete kötődik hozzá, mert ő volt az, aki először igazából inspirált engem ebbe az irányba, meg elvitt egy olyan hangversenyre, amikor láttam, hogy mennyi szépség van ebbe a zenei stílusban, meg ebbe a zenei irányzatba. Úgyhogy azt hiszem, hogy utána meg is kérdeztem tőle, hogy mikor tanít meg engem így zongorázni, hogy így szétfussanak a kezeim, mint annak a kislánynak, aki akkor zongorázott, úgyhogy utána irattak be zeneiskolába. Szóval nagymamám inspirálta abba, hogy én zongorázni tanuljak. Milyen gyakran jöttél ide mamához? Régebben nagyon gyakran jöttem, és nyaranta nagyon sok időt töltöttem itt. Most már, hogy ilyen modern nagy élet, így most már Facebookon is, meg chaten is tudunk beszélni. Mi az, amiben csak nagymamára tudsz számítani? Mit gondolsz? Van ilyen, Bence? Hát a zongorázás. Mi van a házi feladatokkal? Hát, hogyha valamit nem értek, akkor, vagy hogyha valamilyen helyes írás, akkor megkérdezem tőle, és amiben tudok, abban segít. Hogy hívod a nagyidat? Mama. Mama meg szokta kérdezni azt, hogy mit szeretnél például enni? Meg szokta. És mit szeretsz a legjobban? A virslit. Van valami sütemény, vagy leves? Almáslepény. Bence szereti az almáslepényt? Igen, szereti. És mi van a palacsintával? Azt is szeretem. Mama, el szokott érted menni óvodába? Igen. Mi az, amire azt mondom neked, hogy nagymama, és csak mama jut eszedbe? Színházba menni. És mit néztél a színházba? Egyszer volt, amikor Bencint megnéztem, egyszer volt, amikor Hófehérkét. Van olyan, amit csak mamával szeretsz csinálni? Hát, locsolni virágot. Tehát akkor tulajdonképpen te most egy gyerekeket is, unokákra is vigyázó, főző nagymama, egy csodálatos nagymamával beszélgetünk tényleg konkrétan. Én ezt nem tartom csodának. Mondjuk én ezt anyámtól így láttam, és ezt a mintát követem, úgyhogy köszönöm neki, hogy én ezt elsajátítottam mellette, mint fiatal anyuka annak idején, és sokszor mondják, hogy nem kell a fiataloknak segíteni, álljanak meg a saját lábukon. Én meg azt mondom, hogy most kell a fiataloknak segíteni, később már állnak a saját lábukon. De amikor még 2 kisgyerek van, és ők dolgoznak, akkor bizony, hogy kell a nagymama, aki a háttérben mindent meg tud oldani, ha kell. És akkor Emikét szoktam elvenni még az óvodából 3:30-kor, és akkor úgy egyeztetek Bencével is, hogy na most te hánykor érsz haza, hogy egyszerre akkor elmegyünk Emiért, és utána pedig együtt vagyunk, amíg anya haza nem jön, 5:30 körül, aztán kész, utána már szabad nő vagyok. Ez mit jelent? Mikor, tehát úgy érzed, vége van a műszaknak este, és olyankor igénylik még a gyerekek, hogy veled legyenek, vagy azt szoktad mondani, vagy azt szokták ők mondani, hogy na hát most akkor tényleg anya meg apa. Nem, ők ilyenkor szeretnek anyával meg apával lenni, de hogyha az én szobámba be akarnak jönni, akkor mondtam, hogy ide mindenki bármikor bejöhet. És egy olyan hely, ahol
akárki lehet. Anya is, apa is, és az unokák is. Úgyhogy nem vonulok úgy el, hogy na most ki vagytok zárva. Olyan nincs. Ha netalán a gyerekek valamiért hisztiznek, hogy tudod ezt kezelni? Ez egy nagyon érdekes dolog, mert ha én vagyok a két gyerekkel, mert ma is így volt, nekem nem hisztiznek. Én megbeszélem velük, hogy na most emite mit szeretnél. Ágyba kapják a reggelit, tévé bekapcsolva, remélem, hogy csend és béke lesz, nem szeretnék bejönni, mert valami odaég. Csend és béke volt. Gyerekek nagyon válogatósak. Nem tudom, hogy a tiétek, illetve hát a többség igen. Mostanság. Szoktál arra figyelni, hogy a kedvenc kaja legyen? Én a kutyának nem főzök. Én mindig megkérdezem, hogy ki mit szeretne enni, és én azt csinálom. És van eltérés a két gyerek között? Emi mondjuk úgy, hogy minden evő. Ő rendszeresen megmondja, hogy mit szeretne enni. Bence egy kicsit válogatósabb, de hál' Istennek most már ő is jól eszik. Ő tavaly még olyan volt, mint egy etióp gyerek. Most pedig kezd jó lenni. Hogyan képzeljünk el például mondjuk egy olvasást? Szoktatok mesét olvasni együtt? Szoktunk mesét olvasni együtt? Igen. Igen. Hány mesét kell elolvasnom, Kristóf? Ahány égő van a csilláron, a szobámban 6 égő van. Tehát akkor mielőtt elalszik, az 6 mese. És ez 6 mese, az mit jelent? Könyvből? Ők választják könyvből, én mindig könyvből olvasok. Mi van, ha mondjuk két gyerek melletted ül, és azt mondja az egyik, hogy én ezt a mesét szeretném, én azt a mesét szeretném, ilyenkor mi van nagymamaként? Olyankor megbeszéljük, hogy még legyen az első, és még legyen a másik mese. Mit gondolsz, mennyit változtak a gyerekek? A gyerekek? Nagyon sokat. Nagyon sokat változtak. És azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen jó irányba, mert sok mindennel el vannak foglalva, az, hogy igyekeznek jól tanulni, kitűnőek lenni, sokat változtak, és én így örülök, amikor látom, hogy mindegyik teszi a dolgát, és jól teszi a dolgát, ha kell segítség, akkor szólnak, de általában mindegyik. Úgyhogy Barbara 12 évet zongorázott. Én azt hittem előbb, hogy ő is zenei pályára megy, de aztán eldöntötte, hogy orvos szeretne lenni. Na most nagyon örülök neki, mert nekem ez a véleményem, hogy mindenki olyan szakmát válasszon, ami a hobbija, és nem a munkája. Tehát, hogy ne úgy érezze a munkába menet, hogy jaj, most munkába kell mennem, hanem örömmel tegye a dolgát, mint ahogy én is örömmel tettem annak idején. Hát most már azt tudjuk, hogy az itthoni unokákkal elég sokat töltesz, segítesz. Mi van olyankor, ha szükség van rád külföldön? Akkor megyek. Akkor gondolkodás nélkül persze, ott lennél. Igen. Mindig megkérdezem. Mindig megkérdezem, hogy van-e rám szükség. Te csak kiruccanni, el sem képzelted, hogy most csak úgy kiruccanni? De szoktam kiruccanni, mert vannak barátaim, barátnőim, akikkel szoktam járni hangversenyekre, operába. Hát most egy hétig Miskolcon voltam operafesztiválon egyik barátnőmnél, úgyhogy szoktam kiruccanni is. De akkor egyeztetek a gyerekekkel, és mindig azt mondják, hogy tessék menni, tessék kikapcsolódni. Engem a koncertek, meg a színház az, ami feltölt, és ami nekem ilyen, hát mint másnak a kávé. Nem sajnálod azt, hogy most már nem oktatsz, nem hiányzik neked egy kicsit? Nem. Maga a tanítás? Már nem. Már rég nem. 60 évesen úgy tettem le a lantot, hogy azt mondtam, hogy kész, kiégtem. Ismersz olyan nagyszülőket, akik azt mondják rólad, hogy te túl sokat teszel meg? Én biztos, hogy ennyit nem tudnék. Igen, barátnőim mondják, hogy te nem vagy normális. Miért kell neked ennyit csinálni? Mondtam, hogy én ezt nem érzem fáradtságnak. Nekem ez nem fáradtság. Sőt, azt mondom, hogy ha ezt nem kéne csinálnom, akkor én egy őszhajú, görnyed hátú, rozog a vénasszony lennék, de miután itt vannak ezek a értelmes, gyönyörű unokáim, azt mondom, hogy érdemes értük mindent megtenni. Még bírok. Miben különleges a mama? Hát, hogy jó a humorérzéke, ugye nagyon kedves, és hát majdnem minden megvesz, amit kérünk. Egyrészt abban, hogy nagyon aktív, tehát nekem nagyon
nagyon nagy példaképet jelent, hogy még így ennyi idősen is mindig megy, és azért úgy próbál kikapcsolódni, és sosem nem az az itthon ülős nagymama. Illetve, hogy ad a stílusra, ad a külsejére, ez nekem nagyon fontos jelent. Igen, csinos. Nem mondott még semmire nemet. Hogyha megkérem, hogy süssön almáslepényt, bármikor süt, kimegyünk a boltba, veszünk hozzávalókat, vagy néha én egyedül megyek ki hozzávalókért, meg hát, hogy jól öltözkedik, ugye, meg nagyon ápolt. A nagymama valahogy másként szeret. Önfelettebben, odaadóbban. Ő valami olyasmit tud nyújtani az unokának, amit mi szülők nem. A nagymamákkal jóval nagyobb a lazaság, mint a szülőkkel, és ezt a gyerekek szeretik is kihasználni. De ne feledjük, vigyázzunk rájuk, mert a nagymama nem terem minden bokorban. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! A viszontlátásra!